Hello, mana. Látom, nem tudsz köszönni. Hiszen egy ember vagyok, aki tud beszélni. Te vagy csak egy gyümölcs. Lássuk. Micsoda farkod van. Tudod, igen, finom vagy, az biztos. Még jó, hogy megsárgultál. Tudom, de mindig zölden kezded. Zölden kevésbé lenné finom. Ó. Akkor én igazán törékeny van letörni mi így a farkad. Emeljelek fel egy kicsit. Nem vagy olyan nehéz. Még egy ujjas fel lehet téged emelni. Talán mondjuk így. Jó, nem állt megfordítani. Hát így jövésnél bizony nem lehet szerelmet vallani, de hiszen kaja. De ha nem emlélek, meg megrohadnál. De tudod, olyan csak a mesében van, hogy se tudná beszélni. Vagy hogy egymás élegyünk. Mert hogyha egymás élennénk, pár nap is megrohadná. Neked micsoda híjad van. Hát, hogy nézek. Így már jól nézek ki holdként, ha eltüntetnélek így. Hát én szeretlek. De te nem tudnád ezt kifejezni, adtam. De az egyetlen szerencsém az, hogy nem tudsz engem lenézni. Mint a csűri. Bárki azt gondolhatja, hogy föltölök veled. Mint Goofy a szendvicssel.
Vagy mint Spottyabob a Henki burgerrel. De én csak egy ember vagyok, te meg egy banán. Se a szülők, sem a pap nem tud egyezni bele, hogy házasságba kössek veled. Viszont... Viszont egy olyan meg lehet tenni veled, de... De nem azt mondom, hogy még megenni. Az, amíg lehet napokat várni. De ezzel esetleg igen. Nem össze egyszerűen szúrozni. Most megtáncoltad meg kicsit a farkadat. Melyik pufa ez? Lássuk, meddig tudsz így maradni. Hát látod, van eddig. Köszönj a közönségnek. Juhu. Na, most már végre állva tudlak látni. Na, és meddig tudsz így maradni. Lássuk, hogy állva tudsz-e maradni még így. Eddig tartott, hogy nem olyan jó egy ilyen súlyod, az biztos. Menjünk még egy kört. Úgy néz ki, hogy nem vettelek egyensúlyozottan. Mit csinálok egy veled? Hát... Tudod, te már azt hiszem kezdesz untatni.
Azért, jó, de egy kis játszani. Hello. Majd találjuk egymást.